Lépés hátra. Kétszer hátra. Kitörés, hopp! Itt épp az alapokat gyakorolják a Szekszárd Kórház sportkör vívó szakosztályának növendékei. Szokásos edzésük zajlik, ahol az edző a legalaposabban készíti fel őket, hogy a soron következő megmérettetésen is jól szerepeljenek. A gyerekek a legutóbbi Ászáron megrendezett bajnokságról érmekkel tértek haza, ami nagy dicsőség volt számukra, hiszen alig valamivel több mint egy éve űzik ezt a sportot. A gyerek fiúban indultam, és ötödik helyezést értem el a 20 versenyzőből, és jól éreztem magamat, és eléggé el vagyok fáradva. Lány versenyzőként Fejes Fanni tudhat magáénak egy szép helyezést. Nagyon jól éreztem magamat, büszke vagyok az eredményemre, és szerintem ez a verseny jó volt gyakorlásként is, mert tudtunk más emberekkel is vívni, mint akik itt vannak. És nekem nagyon tetszett összességében. Megpróbálok minél több versenyt megnyerni igazából, aztán majd ahogy alakul. A korosztályos versenysorozat első állomásán vettek részt a szekszárdi sportolók, ahol több korcsoportban is megmérettették magukat. Ezen az első fordulón most részt vettünk, 12 gyereket tudtunk vinni erre a megmérettetésre, és voltak olyanok is, akik első alkalommal voltak ezen a versenyen. Viszont nagy lelkesedéssel és odaadással küzdöttek a gyerekek, örültem neki, és igazából jó eredmények is születtek. Egyrészt mondom a csapatot, igazából, mert 8 csapatból az egyik csapatunk, 2 indítottunk összesen. A 8 csapatból második, illetve harmadik helyen végeztek a gyerekek, az egyik csapatunk, és egyéniben is voltak, akik jól szerepeltek. Általában ezek a versenyek olyan 18-20 fős létszámmal, korosztályonként induló létszámmal szerepelnek, és ebből a 20 főből az egyik versenyzőnk a Máté 5. lett, Farkas Máté, és a lányok közül pedig a legjobb eredményt Fejes Fanni érte elő, pedig 4. lett, és utána 5.-6. helyet is a szekszárdiak szerezték meg. A Magyar Vívószövetség támogatásának köszönhetően a szekszárdi szakosztály olyan felszereléseket tudott vásárolni, amik sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek színvonalas körülmények között edzhessenek. A legújabb ilyen szerzeményünk egy ilyen friss olyan gép, ami gyakorlatilag verseny rendezésre is alkalmas. Ez a mi újdonságunk most egyelőre. És hát most ebben az évben is kaptunk már forrást arra, hogy egyrészt a működésre tudjuk költeni, másrészt pedig tudjuk egyéb ilyen vívás segítő eszközre, ruhára, felszerelésre, kiegészítőkre fordítani. Ezt is szeretnénk majd felhasználni, úgyhogy mindenféleképpen örülünk, hogy gyakorlatilag a teli teremmel tudunk mindenkinek olyan lehetőséget biztosítani, hogy tudjanak vívni és készülni a következő versenyre. A jövőbeni tervek között szerepel egy megyebajnokság rendezése is. Szeretnénk már akár ebben az évben, december elején ezt a bajnokságot megrendezni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy Tolna megyeiben egy bajnokot szeretnénk kérdetni, de mivel a szekszárdi kórház sportkör egyedüliként van a Tolna megyei palettán, mint vívás, ezért igazából egy házi verseny, de ennek egy rangját szeretnénk adni, úgyhogy szeretnénk egy ilyen Tolna megyei bajnokságot, mint férfiben, mint női vonalon rendezni, és valószínűleg ez decemberben lesz.